hát szovjet állampolgár üldött a termben, és Malcenov abszolút nem ilyen szépen beszél Moszkváról, nem mondja ki, hogy ez a Hruscsov egy macsok, nem mondja ki, hogy a szovjetek disznók, de gyakorlatilag azt mondja, hogy mindenki járja maga után. Ide meg csak egy pár év, hogy a Kína és Szovjetunió szembe kerüljenek egymással, és hogy a Nemzetközi Munkásmozgalom Centrum végül is nem jött létre. Jól lett 1960-ban is, meg 69-ben prágai bevonulás után még sorgerült ilyen tanácsvizásra. De még ígértem, hogy befejezés előtt Kádár Jánost is idézett, mert Kádár János véleményem szerint, mondjuk ezt nem tudom tőle, de véleményem szerint, mintha a fogát hozták volna, úgy volt kérdelem elmondani, Rákosi lényegében megvédeni. Ügyesen, de megvédeni. Kádár János, aki ő félt. A Magyar Népköztársaság elleni támadás imperialista jelenti. Az a segítség, amelyet a szovjet